Na hát srácok, ilyen videó még nem volt a csatornán. Elmondom előre, hogy egyébként ez egy másfél órás videónak indult, de időközben úgy döntöttem, hogy inkább nem. Inkább nem, mert kurva hosszú lenne. Na mindegy. Hát lényegében most Farming Simulator 19 modellezésével elkezdtem foglalkozni, meg 3D Blender, meg faszom tudja, tehát ilyenekkel. És jelenleg itt ennél a résznél úgy elkapott az ideg, mint a szar, hogy valamiért elbaszódott ennek az adott kombánynak a kamerája ingénbe. Csattanó, a videó végén kiderül, hogy miért. Mert egyébként ez a hosszú videó végén lett volna, de így most ide a rövidebb végére odavágom. Hát lényegében egyébként egy alapvetően XML konfigurálásokkal mindig is jóba voltam, mindig is szerettem, imádtam ezeket csinálni. Eddig még odáig nem jutottam el, hogy saját fejlesztési modokat csináljak. Viszont itt már igen, ugyanis itt már maga a meglévő modokat olyan szinten módosítottam, illetve olyan szinten tudom módosítani, hogy az már egy plusz. Tehát nem csak adatot írok át benne, hanem konkrétan a modellt is megváltoztatom, mint maga. Nyilván előre készített prefabekkel használok, meg stb., mivel még egyelőre saját magam a Blenderben nem tudok még saját modellt csinálni, illetve tudok, csak még úgy nem nagyon vagyok benne. Hozzáteszem, ez az egész hangfelvétel a másfél órás videó miatt készült, és nem volt kedvem újra felvenni. Hosszú kombájnos rész után, ahol elbaszódott a kamera, és amiatt voltam tiszta ideg. Ez majd azután kiderül, hogy már Blenderbe csinálok benne ilyeneket, hogy világítás, illuminálás, színváltoztatása, stb. Ez majd részletesebben benne van a videóban egyébként, tehát azért mondom, hogy itt most annyira nem megyek bele. Egyébként tényleg ez csak egy ilyen, úgymond egy rövid, vágatlan ízelítő, hogy amikor én úgy ilyet csinálok, akkor mi a fasz is történik konkrétan. Tehát ez igazából ennyi. Ugye, aki ismer, aki tudja, hogy mi régen sem nagyon vagdostuk a videókat, tehát mindent őszintén úgy, ahogy volt. Feltettük, feltöltöttük, tehát nem izéltünk vele. Persze néha volt ezzel probléma, nem mondjuk, hogy nem. De hát most itt például igazából nem tudom. Egyrészt, mivel kurvára tudom, hogy nem most volt már videóm. Van egy-két kész még egyébként, nem mondom, hogy nincs. De tehát ez, hogy megint fél éve volt videó. És azért, hát azóta már Forza 5-öt is kivittem, mert ugye az utolsó videóm Forza 4-es volt. Jó, vannak nem nyilvános videóim, lehet, hogy van is, aki látta, nem tudom, hogy egyébként. Tehát ilyen timelapse-ek, utazásos timelapse-ek, meg ilyenek. Hobbi. Ugyanúgy, mint ez a modellezés, programozás, faszom tudja. De egyébként tényleg visszatérve, hogy például a Seven Days to Die, például az Arma 3, például a Rust, például a... mi volt, még nem is tudom, Space Engineers, Valheim, nem tudom, igazából lényegében a Seven Days meg az Arma 3 volt az, ami nálam nagyon durván betette a kaput programozás terén, vagyis hát konfigurálás terén pontosabban, mert az túlzás, hogy programozás. Ugyanis hát Arma 3-ban 84 darab olyan mod volt, amit én átírtam teljesen a saját igényeimnek megfelelően. Gondolok itt olyanokra, hogy az Exosuit Armor modot például átírtam, most csak úgy mondom, 8-as armorról 880-ra, és akkor lényegében sebezhetetlen volt a karakter, hogyha az volt rajta. Gondolok itt ilyenekre, gondolok itt ilyenre, hogy Seven Days to Die-ba például az AK-74 unak, átírtam a tűzgyorsaságát, a tárkapacitását, azt, hogy mennyi modifikáció mehet rá, ugye lámpa, célzó, faszom tudja, tehát ezeket mind átírogattam. És sajnos ez még egyébként régi gépen volt, tehát azon még ennyire se tudtam volna modelleket csinálni, meg modellezgetni, meg blenderezni, meg ilyenek.
És hát volt egy újra telepítésem, amikor sikeresen Seven Days to Die-ból semmi nem maradt meg, Arma 3 84 vagy hány tényleg 80 valahány modomból pedig megmaradt kemény 11 darab. És az nálam betette a kaput, tehát akkor volt, hogy egy bő 3 évig abszolút nem modolgattam meg ilyenek. Hát aztán most eljött az idő, és akkor most úgy gondoltam, hogy megint neki kezdek. Farmingot meg eléggé szerettem régen is. Tény, hogy ebbe is voltak átírva modjaim, nem kevés, ebbe is. Volt egy csomó, ami el is veszett, volt egy csomó olyan, amit már nem is találok meg neten sehol. Lehet, hogy még a régi gépemen rajta van valahol, fingom nincs, már nem fogom kikeresni. És hát most már bejutottam idáig, hogy már Blender, Giant Editor, modellezés, 3D modellek készítése, átalakítása, stb. Tehát eddig az ilyenhez hozzá se szagoltam abszolút. De most már igen. Úgyhogy nem tudom, most bárki tartsa hülyének, de én ezt hobbiból csinálom. Vagyis ezt is. Rohadtul érdekelt, mindig is, régen is, ugyanígy a videózás, a Photoshop, a konfigolás, a scriptelés, az XML szerkesztés, stb. Mindig is érdekeltek ezek, mindig is csináltam ezeket. Most még jobban bele is ásom magam, főleg így, hogy már modelltervezéssel is kezdek úgymond megismerkedni. Nem tudom, mert most tényleg, hogy ezeket a modokat úgymond átalakítom teljesen egyedivé, én ezeket akkor sem merném nagyon feltölteni, mert az alapmód nem az enyém. Tehát én meglévő modelleket alakítok át, ami nem saját. És ennek ugye pont az a hátránya, hogyha én ezt feltöltöm valahova, oké, hogy teljesen átalakítottam, egyedivé tettem, módosítottam rajta, de mivel nem az enyém volt, ezért szerzői jogi bizbasz az egész, mivel ugye nem én csináltam, hanem én egy meglévőt módosítottam. Úgyhogy ezért nem töltöm fel, így röviden akkor ennyi. Hát meg még úgy gondoltam, hogy még gyorsan így ide, a fennmaradó részekig, már nem fogom végig beszélni, de még ezt a kis videót besugasztom ide. Itt éppen csak egy ilyen alapfolyamat, hogy éppen játékban lévő lámpának a fájait betettem a mod mappájába, onnan betöltöttem az asseteket, a normál mappot, gloss mappot, meg ilyeneket. És hát maga a luminosity, tehát hogy ne fehéren illumináljon a lámpa, ahogy itt is. Ezt Blenderbe átszíneztem enyhe sárgára, éppen azt akartam. Itt most lényegében egy ilyen TPS módot láthattok. És igen, itt is volt egy olyan alap elszólásom, hogy a hosszabb videó rész előtt még, de nem lesz hosszabb videó, mert tényleg kurva hosszú lenne egyébként az a másfél óra, tehát ember nem lenne, aki végignézné egy húzamba. Jó, nyilván akit érdekel, az igen, de nem. És hát azért voltak itt is érdekességek. Ez most megint egy olyan dolog, hogy hova a faszba lett a mentésem? Ki nyúlt a save game-hez? Ki törölte a save game-et? Dick. Most csak két érdekes tényező. Egy. Hova a retkes faszomba tűnt a mentésem? Amikor eddig mindig ugyanígy léptem ki. Kettő. Miért adja ki a monitor a másoláskész hangot? Amikor... az a nagy baszom van beállítva. Nem értem, Gec. Ki volt itt innen a mentés? Egyébként ez már egy új mentés. Mi a fasz? Alt F4-eztem, azt eltűnt a mentés. Majd itt lehet látni, hogy mikor hoztam létre azt az új mentést. De egyébként igen, sajnos. Vannak ilyen apróságok. Az a nagy helyzet. De mondom, engem az a kombájnos majd, ami ezután lesz a kurva hosszú videóban, ebbe az 57 percesbe. Nem, még mindig nem lesz 57 perces, se másfél órás, se semmi. Ez ennyi lesz, ez majdnem 15 perc. És cső. Hát az halál. Az nagyon halál. Ugye az is itt az elején fel van gyorsítva, nem véletlenül, de hát nem sokat lehet belőle látni igazából. Még azt mondom, hogy így még talán jobban is lehet látni. Hogyha felbaszom ide a kis szekrényre a régi telómat, ami tud 60 FPS-be venni.
Azt még így akár jó is lenne. Na mindegy, én innentől elbúcsúzok, indítom a rendert. Szerintem másnap délig csinálni fogja. Úgyhogy éjfél van. Úgyhogy pá. És tessék, rá is jöttem, hogy a kombájnak mély baszódott a kamerája, az urának, a Fordnak miért nem. Itt van az ok. Ugyanígy hátulról kezdődik. Így van. És ott van a gyári kamera. Mods. Der kan man for eksempel, ugye? Hvis jeg vil vælge den det her mod. Én meg ugye azzal a kamerával mozogtam. És azt mentettem el. Az a TPS, igen, TPS figyelői kamera. Most a trigger. Ezért hoztam el. Mondtam, hogy ilyen apró kis szösszenetek, amiket még én se tudok. De most már ezt is megtudtam, tessék. Hát igen, ezek amúgy így nagyjából minden ilyen. Igen, ezt így kell, hát valahogy tanulni kell, bazdmeg.